30 kiló húsból készült a kakaspörkölt. Augusztus 20-án nem csak az államalapítást ünnepelték Kakasdon, a hagyományokhoz híven ezen a napon tartják a falunapot is. Ennek során gasztronómiai és kulturális programok színesítették a rendezvényt. Olyan szerencsésen alakult Kakasdon itt, hogy ilyen szép nemzeti ünnepre tették a falunapot, amely kakasfőző versennyel is egybekötött. Nyilván az állami ünnepet ünnepeljük elsősorban, és ezért a programok is úgy kezdődtek, hogy ünnepi szentmisével, ott kenyérszenteléssel, ami a testvértelepüléseink részvételével zajlott. Négy testvértelepülésünk van, Deákiból, Csíkfalváról, Székelykakasról és Radiborból, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy minden testvértelepülésünk elfogadta a meghívást és részt vett rajta. Megáldotta a kenyért, kenyeret nyugalmazott püspökurunk Mayer Mihály, és egy cipót minden testvértelepülésnek át is adtunk. Ünnepséggel folytatódik itt a Kakasdi Általános Iskola udvarán a rendezvény, ünnepi köszöntővel, a Csillagösvény népdalkör előadásával, és a Német Egyesület is föllépett az énekkarával. Nagyon szép produkciókat láthattunk, és Kakasdon a héten tánctábor is volt, és a kicsik is bemutathatták, hogy egy hét alatt milyen tudásra tettek szert, és egy nagyon kedves kis előadást láthattunk. Gajtule, hoppin gyári szávaringi, szuszkíri, szuszkíri. Édes uram, bár csak addig ez valla. Kakas község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy két polgárunknak díszpolgári címmel jutalmazza a Kakasdért, a településért, testvértelepüléseinkért, a sportért, életért végzett tevékenységét, és itt több évtizedről beszélünk. Ezúttal Hilc Ádám és Szakács László Kakasdért tett több évtizedes munkáját ismerte el a község képviselőtestülete. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam ezt a címet, hogy nekem is itt érték. Köszönöm a sok évtizedes munkám, amitől végzett munkát, Kakasdon, Kakasdért, és köszönöm az elismerést. Az elmúlt időben, években volt alkalmam több, tehát átvennem különböző díjakat, de legjobban legszebb ez lesz, amit itt kaptam Kakasdon. Most éket ez a pillanat, amikor ugyanis eddig én úgy tudtam, hogy adni nagyon jó, de most megtapasztaltam azt, hogy kapni is nagyon jó. Köszönöm szépen mindenkinek! Sokat köszönhetünk nekik, és a testvértelepülési kapcsolatot kezdetétől, és jövőben mutatóan is én azt gondolom. Itt olyan kiépült baráti kapcsolatok, összefonódások vannak már, hogy ők is fontosnak tartották, hogy jöjjenek hozzánk, mert nyilván ilyenkor egy utazás nehézségekkel is jár, így nyáron szabadságolások, de mi is mindig erre kiemelt figyelmet fordítunk, hogy delegációval képviseljük a Kakasdot, és meglegyen a folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés közöttük, és sokszor úgy van, hogy kakasdiak látják vendégül a testvértelepülési családokat is, és ez még szorosabbá tudnak válni a kapcsolatok. Itt már barátságokról beszélhetünk. A nap során folyamatosan zajlott a főzőverseny, az ételeket zsűri értékelte és ajándékkal díjazták a résztvevőket. A versenyzők többsége azt mondta, a jó pörköltnek nincs titka. Hagyományosan, tehát otthoni kapirgálós kakast kerestünk, az összetétel, hogy jó legyen belerakva minden. Nem kell túlfűszerezni, és hogy megfőjön. Egy kis jó ízzel, 3-4 órát azért. Szépen lassan kell főzni a kakast, úgyhogy 3-4 órát főjön. Nem az a cél, hogy helyezés, de nem utolsó sorban, igen, arra megyünk, hogy azért a dobogó felső fokára kerüljünk. Mi is ma főzünk, nem kevés kakast üsben, és akkor vendégül látjuk a meghívottakat.